A küldött gyűlés újabb tagdíjbevallással és fizetéssel összefüggő kedvezményekről is döntött a legutóbbi ülésén. Ennek értelmében két héttel, augusztus 15-éig meghosszabbodik a tagdíjbefizetési határidő. Az új tagdíjbefizetési rendszer legalsó sávjának határa változatlan marad, ahogy a tagdíj maximuma is. A módosítással a tagok közel 85%-ánál a tagdíj mértéke nem változik, és mintegy 9%-uk fizet majd kevesebbet. A 11 sávból elfeleztük ezeket a sávokat, és sávokat vontunk össze. A 2000 forintot tagdíjat fizetőknek marad a 2000, illetve többen esnek abba a kategóriába most már, hogy 2000-et fizetnek, illetve a összességében, ha azt mondanánk rá, akkor 85-90%-a egy kedvező fizetési helyzetbe kerül bele, illetve akik eddig a legmagasabbat fizettek, azoknak se fog nőni. A tagdíjkedvezményre jogosító igazoló dokumentumok ezentúl nem csak a bevallással egyidejűleg, hanem azt követően egy évig benyújthatók lesznek, illetve tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés bármikor igényelhető lesz, nem csak a tagdíj bevallásakor.